Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. A vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Hát van egy ambíciózus fiatal államfője Franciaországra, nagyra törő tervekkel, mindenki várja, hogy mit fog majd lépni. A gazdaság területén is tervező, nem is kicsi átalakításokat. Honnan indulunk? Hát igazából én arra gondoltam, hogy mielőtt megnéznénk, hogy mi az, amiért ő mondogatja azt, amit mondott, mert ugye a mai adásnak az egyik fő mottoja, hogy megnézzük azt, és azért vettük elő Franciaországot, hogy megnézzük, hogy miért mondogat ő nagyívű európai terveket, és ebben többek közt az adózást egyébként érintő céljai vannak, meg még lefelezni az Európai Bizottságot, és egyébként közös európai költségvetés, pénzügyminisztert akarsz, ami áll emögött, és emögött egyébként részben a francia adórendszer áll. Ezért én inkább egy picit elmondanám, hogy ki ő, mit csinált eddig, és milyen a francia adórendszer, és hát kb. Mi áll emögött, amit ő most itt a francia oldalról próbál EU-s irányban végigvinni. Tehát ő tényleg, ahogy mondtad, egy fiatal ember, pénzügyi hátterű, gyakorlatilag volt ő közalkalmazott is, tehát pénzügyi területen, majd utána Rothschild banknál dolgozott legalább 6-8 évet, azt követően 2012-ben a François Hollande-nak lett egy tanácsadója, majd 14-ben pénzügyminiszter lett, 16-ban egy önálló szociál-liberális pártot alapított, és 17-ben meg köztársasági elnök lett, tehát megnyerte a választásokat. De ő egyébként egy balközép politikusnak tartja magát, tehát egy ilyen liberális, tehát a bal oldalra egy kicsit kijött és bemutult középre. Na most mit csinált ő eddig? Hát igazából azt lehet mondani, hogy 14 óta mérhető az ő politikai pályafutása, és ott az első lépései a lépései között volt a 75%-os ilyen külön esziának Franciaországban a megszüntetése. Ezt tudni kell, hogy 12-ben, amikor a François Hollande megnyerte a választásokat, akkor ő egy ilyen szuperadót vezetett be az 1 millió euró fölötti jövedelmekre, aminek 75% volt a mértéke. Ez kellően nagy vitát és ellenállást eredményezett Franciaországban. Az adó gyakorlatilag menekülése készített számos igen gazdag, jómódú embert. Körülbelül 4-5 ezer ember hagyta el akkor az országot. Ezek között volt, talán emlékeztek, a Depardieu ügy, aki orosz állampolgárságot is kapott. De közte volt az Arnaut úr, aki gyakorlatilag a Louis Vuitton Hennessy csoportnak a tulajdonos és egyben az egyik leggazdagabb francia. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen csendes őrület volt akkor Franciaországban. Könyv jelent meg egyébként róla, hogy hát mi így pont egy adótanácsadó írta, hogy Why I'm going to leave France címmel, tehát hogy miért fogom elhagyni Franciaországot. Tehát ez egy nagyon komoly történet volt, és az ő nevéhez fűződik ennek az adónak a kivezetése. Mást igazából már nehéz hozzátenni, mert ő 15-ben, ha jól emlékszem, ki is lépett a pártból, de vitte a posztját, de igazából reformokat ő nem nagyon mutatott. Na most azt kell tudni, hogy a francia mostani adórendszer viszont nagyon rászorul a reformra. 45% az esziájuk, a társasági adójuk 33%, van még mellette 3% helyi adójuk. Tehát gyakorlatilag most az áfájuk 20%, ez jó, de a úgymond direkt, tehát a jövedelmeket terhelő adójuk magas, és a társadalom biztosítási járulékok is magas. Tehát ők gyakorlatilag a GDP-hez arányított adóterhük az OECD 34,3%-os átlagához mérten kb. 46,5%-os. Tehát ez nagyon magas, ami nekik dolgozni kéne, hogy ez lejöjjön, de hát ez nem lesz egy egyszerű lépés, mert ugye ők közel 100%-os eladósodottságúak a GDP-hez képest, tehát ugye a Maastrichti mutatókat ők azért elég nehezen tudják teljesíteni. Most a korábbi vizsgálatok pont ennek a szuperadónak a kapcsán kimutatták,
hogy hát Franciaországnak nagyon komoly strukturális problémái vannak, amik nem csak az adó mértékére, hanem a gazdaságra is vonatkoznak. És ebből például az volt, hogy kb. 28, ugye itt egy 28 milliós adófizetői bázis van, ők gyakorlatilag 67 millióan vannak, amiből a kimutatások kihozták azt a számot, hogy kb. 14,5 millió ezek közül az valamilyen állami csatornán keresztül adózik, tehát tulajdonképpen mintha állami pénzek forognának, tehát gyakorlatilag 14 millió embernek kéne eltartani a francia társadalmat, ami azért igen nehéz. Mert ez a 14,5 millió, akit kiszámoltak, a közszférában van ebből 5,2 millió köztisztségviselő, tehát náluk messze a legmagasabb a köztisztségviselői réteg, gyakorlatilag 22%-a az OSZ 15%-os átlagával, 3,2 millió munkanélküliük van, van 1,3 millió támogatót, állami vállalatoknál dolgozik 2 millió ember, plusz még ilyen különböző alapítványoknál. Tehát igazából úgy néz ki, hogy kevés ember fizet sok adót, míg sokan nem fizetnek, vagy éppen csak a társadalom úgymond haszonélvezői. Most egy biztos, hogy neki egy reformmal kellett előjönni, ezt meg is tette, és hát gyakorlatilag ő a választásai során, tehát Macron úr a választásai során több ígéretet tett. Az egyik volt a munkaerőreform, ezt látjuk, hogy ugye Párizs égett múlt héten, vagy talán előtte is, lángokban állt részben, a munkajog megváltoztatása kapcsán szakszervezetek tüntettek, tehát mindenki itt el lehet képzelni, az utcára ment, mert ő gyakorlatilag nem csak a 35 órás héttel, hanem gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindennel, ami a francia nehéz munkajogot képviseli, azzal szeretne leszámolni. Adócsökkentéseket ígér a vagyonadók szempontjából, és egyébként a jövedelmadók szempontjából is. A társasági adót szeretné 2022-ig 25%-ra lehozni, de ezt tegyük hozzá, hogy a német 15%-kal, meg mondjuk a magyar 9%-kal igazából nem versenyképes. De mégis valami. Ezért majd rá kijutunk, hogy miért fontos neki ez az egész EU. Gyakorlatilag kb. 120 ezer közalkalmazottat akar leépíteni, ami nem sok az 5,2 millióhoz képest, de azért mégis egy elég komoly irány, és nagyon úgy néz ki, hogy beruházásokat is szeretne, tehát különböző energiamodernizálások és így tovább. Tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy neki belül vannak komoly problémái, a francia adórendszer tényleg nem versenyképes, az ország nincs jó gazdasági helyzetben. Viszont úgy néz ki, hogy az EU-s környezetben nekik jó lehetőségeik vannak, és ez pont a Brexit. Tehát nagyon érdekes, ugye beszéltünk Anglia kapcsán, hogy a Brexit az mekkora probléma lehet Angliának és az EU-nak. Most úgy néz ki, hogy Franciaország ebben előnyt lát, és próbál a London helyett Párizs egyfajta ilyen európai pénzügyi főváros, vagy egyáltalán nyilván Frankfurt marad a helyén, de szeretne London mellé erősebben fölzárkózni. Erre például fölmerült az, hogy csak a HSBC, mint bank, közel 1000 főt tudná átvinni, vagy vinne át, ha a Brexit egy ilyen hard landingben fog lezárulni. Emellett ő elkezdte a külső környezetet egy picit, de ha már belül módosítani akar, akkor a külső környezetet úgymond stabilizálni, vagy úgy kézben tartani, és ezt ő, hogy az segítse az ő belső reformjait, és ehhez Franciaország elég nagy, hiszen ő az EU második legnagyobb gazdasága. Tehát ugye első a németek, a második Franciaország, harmadik lenne a UK, aki kimegy, és gyakorlatilag negyedik Olaszország. Tehát Franciaország igen komoly, és ennek az egyik lépése, hogy ők akarnak egy német-francia gazdasági együttműködést, ami hát gyakorlatilag a két piacot 2024-ig integrálni szeretnék. Most ezt úgy nagyon nehéz elképzelni, hogy hogy szeretnék, de maga ez a cél, ez elég szoros. Az is látszik, hogy ő az EU-s konvergenciát szeretné, tehát az EU-s környezetből szeretné kivenni azokat az alapelemeket, mint például mondjuk az ír adózás, amelyik kifejezetten úgy néz ki, hogy ezt a konvergenciát akadályozzák. Tehát én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag egy biztonságosabb EU-s hátteret szeretné az ő belső gazdasági reformjaihoz teremteni, és ennek érdekében szeretné ezeket a fajta, ezt az erősebb európai vonalat vinni. Ebben nekik nagyon komoly lehetőségeik vannak, és szerintem a Brexit ennek csak egy példája, de hát maga a francia gazdaság nagyon erős. Hát olvastátok is, az agrártámogatásokat is újra akarná gondolni, szóval rengeteg terület van, de amiért ma Franciaország előkerült, az, hogy az adózás is aktívan elővette,
és ő semmi más nem csinált, mint leporolt 2015-ös meg korábbi EU-s alapelveket, ahol az EU évek, most már hosszú évek óta mondja, hogy fair adózást szeretné az adó az egyes államokban, tehát a különböző bevallási különbözőségeket, az adatszolgáltatások átláthatóbbak legyenek, szeretnék az adóelkerülést központilag még erősebben felügyelni, és hát gyakorlatilag ehhez kapcsolódó intézkedések erősödnek mindenhol. És ennek ugye látjuk a napi megjelenését, tehát a BEPS, ami az adózásban annyit jelent, ez a Base Eroding Profit Shifting, ez egy ilyen nehezen értelmezhető fogalom, de az annyi, hogy a társaságok általában a nyereségeiket ide-oda teszik, ahol kedvezőbb az adózás, ezt az EU is valahol támadja, ennek jön neki ilyen transferárazási technikái, tehát mi is a cégcsoporton belül számos ilyen témával foglalkozunk, de én úgy gondolom, hogy a Macron úrnak ez a fajta múlt heti Párizsi, azt hiszem, vagy Sorbonne volt neki, az egyetemen volt egy nagy előadása, az nem volt más adójogi értelemben, mint az ő belső reformjaihoz egy olyan külső környezetnek a kialakítása, vagy legalább a megszélzása, ami segítheti a szerintem igen rossz helyzetben lévő francia adóstruktúrának a reformját. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót, elég sok mindent kellett belesülíteni ebbe a pár percbe, de lényeg az, hogy megágyaztunk annak, hogy most megnézzük a politikai részét ennek az egésznek. Köszönjük szépen, jó munkát nektek! Nagyon szívesen, sziasztok! Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Franciaországot vesszük elő mai adóvilág rovatunkban. Egy breakinget hadd tartsunk, most történt, két autó ütközött az M0-áson az M1-es felé. A legbelső sávban a Sziget-Szentmiklósi kihajtónál itt alakul a dugó, de tovább sem jobb, mert csak arra szólnak az autók a halásztelki lehajtó előtt is, írta Boris. Köszönjük neki. Jöhetnek közlekedés és egyéb információk, továbbra is 0-30-20-10-9-09, ez az SMS és a WhatsApp számunk is. Your pretty nose, you're like lions, yeah. Forget about the coming down. Don't try to think where the green goes velvet pink. Lie naked down the ground, act like a barking hound. Baba dee da dee do, whip it up. In order not to make any noise, you can play with the food on your plate. Negligence all the things that you hate. Let the peace flow through your mind. It's not necessary to be so kind. Just clothe in the darkness with your ducks and all the creatures in your bark. Thank you.
with me. How else could you feel at home if not with me? When else could we speak as low as we can speak? If not with me, oh, relax, oh, oh, relax. Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. És a vonalban nem más, mint dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértők, a rovat állandó szakértője. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na, hát Macron egészen érdekes dolgokat üzent Merkelnek, és egy picit arról beszéljünk, hogy mennyire törékeny ez a Berlin-Párizs tengely. Hát maga a törékenység az most még nem is kérdés, mert ugye meg kéne várnunk Németországban egyáltalán mi kerül abba a koalíciós szerződésbe. Az pedig azért nem kis részben azon múlik, hogy az FDP és a zöldeknek maga a küldött gyűlés ezt hogyan hagyja jóvá. Tehát itt még most rázzák is a filánkokat előtte egy picit nekünk. De alapvetően megvan a szándék, mert ugye Tallinnban találkozott Macronnal a informális vacsorán, és ott a sajtónak is nyilatkozott arról, hogy neki nagyon tetszett a Macron beszéd, még ha néhány részletet majd ki is kell dolgozni. Tehát alapvetően megvan a szándék arra, hogy legyen Berlin-Párizs tengely. Macron oldaláról talán egy picit határozottabban is, ugye magában ebben a több mint egy órás beszédben elhangzott, hogy akár lehetne egy közös francia-német vállalkozás is a üzleti jogalkalmazása területén. Ez mondjuk egy egészen izgalmas harmadik sebességet jelenthet, ami mondjuk szerintem nekünk itt Kelet-Európában inkább kockázat, mint nem, de az biztos, hogy Párizs most nagyon erősen gondolkozik ebben a tengelyben, és kifejezetten erre fogad, hogy Merkelnek sikerül egy Európa-képes koalíciót összetákolnia. Van egy nagy kérdés Macronnal kapcsolatban, ő még mindig nagy ígéretet, hogy sokak szerint én több elemzést is olvastam erről, hogy nagyon szépek az elképzelései, nagyon jó volt a választási program, jó lenne, ha neki állna dolgozni. Végre. Mutat már markáns irányt az ő politikája? Elkezdte már azt, hogy rendbe rakja a francia gazdaságot? Ez ugye azért fontos, mert mindenki azt mondja, majd ha bizonyít, mint francia államfő, akkor beleszólhat a Európa ügyeibe is. Ugye ezt onnan lehet mindig látni, hogyha egy franciának dolgozik, hogy van-e tüntetés, mert pedig a tüntetések elindultak. Úgyhogy ilyen szempontból ugye a munkatörvénykönyv, ez a Code du Travail-nak a módosításai, tehát a franciák által mindig is rettegett, flexibilisebb munkaerőpiac megteremtése, ez elindult. Tehát itt vannak dolgok, amiket aláírt Macron, és hát van is, amiért kivonultak az utcára, meg tüntetnek aktívan, ugye a Sorbonos beszéde alatt is. Egyébként odakint a Sorbonne előtt tüntettek a belpolitikai döntései miatt. Tehát ilyen szempontból azért elindult, nem azzal a sebességgel és lendülettel, mint amilyen a kampánya volt, de hát azért egy francia államigazgatást meg be kell indítani, tehát ez sem olyan egyszerű, és biztos, hogy odabent is megvannak az ellenállók, hiszen neki is azért tulajdonképp láttuk, hogy a parlamenti frakciójában is mennyi kívülálló érkezett, mennyi civil érkezett, vagy aki még soha nem volt képviselő, tehát azért részben olyan emberekkel is dolgozik, akik újak. Másról meg még mindig megy a helyezkedés. Ugye közben volt egy szenátus felének az újraválasztása, ez ugye elektori rendszer, ott elég csúnyán leszerepel, tehát ezek az elektorok még a győzelme előtt lettek megválasztva. És hát még vannak, mondjuk a pénzügyminiszter, aki éppen most ült hát hozzá az ő pártjába. Tehát nagyon, nagyon sok helyezkedés megy még. Úgyhogy én elveszettnek nem érzem ezt az ügyet. Elkezdte, ezt tudtuk, hogy most borzasztó mélypont fog következni. Tehát szinte még nincs a népszerűsége mélypontján, ez még decemberig bőven mehet lefelé, ha és amennyiben folytatja azokkal a reform elképzelésekkel, amikre ti is hivatkozva mondjátok, hogy azért még van mit letenni az asztalra. Így az első nekifutásra azért az ő elképzelései ilyen jó iránynak tűnnek?
Az ő elképzelései azért egy picit mindegyik, hogy úgy mondjam, elég tágra van hagyva ahhoz, hogy az irányokban még bőven lehessen akár a németekkel, meg a 26-okkal egyezkedni majd. Tehát ez egy kellően lelkesítő beszéd volt, letette a névjegyét, mi is erről beszélünk, ebből is látszik, hogy volt értelme elmondani a német sajtót, a brit sajtót is hihetetlen foglalkoztatta a dolog. Vannak megosztó vélemények, de azért ezt akarta elérni. Tehát ennek a beszédnek nem az volt a célja, hogy na most letesz 28 pontot, és akkor a Merkelnek ebből csak kettőt ki kell húzni, és elkezdik, hanem egy picit elindítja ezt a motort. Erre szerintem tökéletesen megfelelt a beszéd, és hát van benne néhány üzenet azért, ami fontos. Nyilván most az adóztatási részről is, akár a külpolitikai hadsereg részről, vagy milyen szintű közösséget vázol föl, de akár nekünk itt Közép-Kelet-Európában az, hogy a balkáni bővítést egyáltalán elhagyja a francia elnök száját ez a kifejezés, és nem zárja ki ennek a lehetőségét, hát ez is egy óriási üzenet. Tehát ilyen szempontból azért ezekben voltak elhelyezett üzenetek északra, délre, keletre, nyugatra, és ez inkább egy ilyen diplomáciai kapaszkodó építés volt, aminek a mentén aztán a nagykövetei, az állandó képviselet elkezd tudni dolgozni a konkrétumokon és a konkrét hidak építésén. Franciaország egyébként hogy áll Európán belül, már az Európai Unión belül a britekkel és a britek nélkül? Tehát van-e most egy történelmi lehetőség Franciaország előtt, hogy a hagyományosan jól működő német-francia tengely mentén megint visszakerüljön a világ vezető hatalmai közé? Sok szempontból érdemes megnézni, mert ugye Franciaország marad a kontinens egyetlen atomhatalma. Tehát ez azért mindig egy ultima ráció, hogy ők azok, akiknek van atombombájuk most itt a szárazföldön. A másik, hogy a jelenlegi német eredményekkel, hogyha valóban ez a törékeny koalíció áll föl, és mondjuk tegyük, hogy egy törékenyebb koalíció szerződés jön létre, mint ideális, akkor az elméleti esélye a gazdasági reformjai után arra is megvan, hogy esetleg ő legyen az európai erős ember. Tehát ugye neki megvan a parlamenti többsége gond nélkül, és ilyen szempontból hozhat erős javaslatokat, van legitimitása, feltéve, hogy otthon ugye nem folyamatosan tüntetnek a Champs-Élysées-n. Tehát akár még felzárkózhat bizonyos szempontból Merkel mellé, ami azért egy óriási szó, hiszen Merkel mégiscsak a 13. évét fogja kezdeni, ő meg hát új fiú lesz ebben a klubban. Úgyhogy ilyen szempontból most neki történelmi esélyei vannak, ha ezzel tud élni, és ha erre a diplomáciáját, meg a saját embereit rá tudja állítani, rá tudja szoktatni. Mik a kockázatok, amik keresztül húzhatják ezt a nagyívű elképzelést, úgy Franciaországot, mint az Európai Uniót tekintve? Hát mindig itt van kockázatnak Donald Trump, tehát ő azért egy elég nagy villogóvörös kockázat az óceán túloldalán. Nem tudni, hogy mikor mit dob be, és ezek lehet, hogy közvetve fognak minket érinteni, de érintenek. Egy iráni díl felrúgása, egy észak-koreai konfliktus, de akár egy amerikai-kínai kereskedelmi háború is elképesztő hatásra lehet az unióra. És hogy ezekben mondjuk a francia gazdaságdiplomácia hogyan érintett, azért ezek mind érdekes kérdések. Nyilván ugyanilyen probléma a saját belső nemzetbiztonsági kihívásai. Ugye tegnap is Marseille-ben merénylet történt, úgy tűnik. Tehát van egy belső forrongás, ami ezt az egész Front National Le Pen integráció ellenes hangulatot még egyáltalán nem kezelte. Erre Macronnak sincs láthatólag azért olyan programja, amit úgy tud elindítani, hogy ez két-három éven belül látható eredményeket hozzon. Nyilván ilyen nem is nagyon van, de azért itt kénytelen lenne tenni lépéseket a saját legitimitásának a megőrzése érdekében. És hát ott a német gazdaság, aki pedig, hát ő is, a franciák is, a németek is várják, hogy az innováció elinduljon. És erre a beszédében is annyit bírt mondani Macron, hogy majd csinálunk innovációs ügynökséget, ami egy ilyen tipikus francia gondolat, hogy majd az állam egy picit segíti a szegény népet, hogy innováljon. Tehát ezt meg alulról kéne megteremteni, ez nem fog soha olyan szinten jönni fölülről, ez a németeknek is probléma, neki is probléma, és ez középtávon óriási kihívás gyakorlatilag az egész kontinens számára, hogy fel tudunk-e zárkózni innovációban, kutatásban az USA és Kína mögé. Stimmel. Oké, Boton, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jövő héten akkor megyünk tovább adóvilág rovatunkkal. Szép napot neked! Neked is, hallgatók, neki, szervusztok! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnkkel beszélgettünk. Adóvilág rovatunkban Franciaország volt a célország. Menjünk is tovább.
mégpedig a rövid hírekkel, utána aranyköpésünk és nemzetközi részvény mustrán következik. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.